Megdöbbentő szám. Évente több ezer gyermek tűnik el megyénkben. Hogy kik a legérintettebbek, általában mennyi idő után kerülnek elő a fiatalok, és milyen veszélyek leselkednek rájuk, arra is keressük a választ a mai 35 percben. Ahogyan kiderül az is, a rendőrség mit tesz a gyermekeltűnések megakadályozása érdekében. Szép estét kívánok, lássuk mindenek előtt a teljes tartalomjegyzéket. Rizikó tényező fokozottan veszélyezteti a cukorbetegeket a koronavírus. Játék az állampapírokkal, a régi és az új ügyfelek is nyerhetnek. Eltűnt gyermekek világnapja, megyénkben a legsúlyosabb a probléma. Súlyosabb formában jelentkezik az új típusú koronavírus fertőzés számos krónikus alapbetegség esetében, amelyek közül az egyik leggyakoribb a diabétesz. A cukorbetegeket a COVID-19 lefolyása és szövődményei is durvábban érinthetik, ezért a hangsúly a megelőzésen van. A kórházban kezelt betegeknél kimutatták, hogy a diabétesz és a magas vércukorszint összefüggésben áll a légzési elégtelenséggel. Köszöntöm a stúdióban dr. Papp Zsuzsanna diabétesz, illetve belgyógyász főorvost, a Nyírség Diabétesz Centrum vezetőjét köszöntöm. Hogyan függ össze a cukorbetegség és a COVID lefolyása? Hogyan hat ez a mechanizmus, ami miatt súlyosabbá tud válni a betegség? Alapvető, hogy a cukorbetegek mindenképpen törekedjenek egyensúlyi állapot elérésére, amennyiben betartják az orvos utasításait, a megfelelő életmód, étrend, fizikai aktivitás és az alkalmazott gyógyszeres kezeléseket megfelelően alkalmazzák, akkor kisebb az esélyük különböző fertőzéses megbetegedések előfordulására. Azonban, hogyha magas a vércukorszintjük, nem figyelnek oda, nem tartják be az utasításokat, az életmódot, vagy nem mérnek rendszeresen vércukorszintet, nem ellenőrzik, hogy hogy áll éppen a vércukorértékük, akkor a különböző fertőzéses megbetegedések nagyobb a hajlamuk, és a fertőzések elnyújtottabbakká válnak, súlyosabb tünetekkel fordulnak elő, illetve szövődmények alakulhatnak ki. Ugyanez vonatkozik, hogyha egy cukorbeteg a COVID-19 vírussal találkozik, hisz fogékonyabb, hajlamosabb a fertőzés elkapására, és ezáltal, hogyha nem stabilizálja az anyagcsere helyzetét, akkor súlyosabb formában zajlhat le ez a fertőzés. Ugyanakkor a fertőzés, a különböző infekciók, nem csak a COVID, hanem bármilyen fertőzés a cukorbetegek esetén tovább rontja az anyagcserét. Emelkedik a vércukorszint, romlanak a gyulladásos paraméterek, és ezáltal a gyógyulási hajlam is elhúzódik. Tehát ez egy ördögi körbe keveredik a beteg, és ezért mindenképpen minél előbb szaksegítséget kell igénybe vennie, akár a házi orvos, akár a diabetológia szakrendelés, vagy megfelelő időben kell kórházba mennie. Nem szabad elbagatellizálni a tüneteket. A figyelemfelkeltő tünetekre a láz, ízérzés, zavar, enyhe fulladás, amely akár terhelésre vagy nyugalomba jelentkezik, vagy vannak, akinél hasi tünetekkel jelentkezik a koronavírus betegség. Tudjuk jól, hogy szerteágazó tünetekkel is találkozunk koronavírus betegekkel, és ugyanakkor a cukorbetegség esetén ezek a tünetek súlyosbakká válhatnak. Hogyan tud erre felkészülni egy cukorbeteg? Mert hogy nem biztos, hogy el tudja kerülni a vírus, tehát ezért bárhol megfertőződhet. Igen. Alapvető a távolságtartás betartása ugyanúgy, mint valamennyi honfitársunk számára. Védőeszközöket hordani kell, a higiénikus szabályokat be kell tartani, és nagyon fontos, hogy a megfelelő életmód mellett rendszeres gyakorisággal mérje a vércukor értékeit, annak megítélésére, hogy normál tartományban, vagy netán kisiklás határán van a vércukor értéke. Mi történik, hogyha mégis megfertőződik? Fertőzések esetén keresse fel ugye a házi orvosát, megerősítő teszteket kell végezni, illetve amennyiben például eddig tablettás vércukor kezeléssel volt egyensúlyban az adott cukorbeteg, lehet, hogy inzulin kezelésre lesz szüksége. Ezért ilyen esetben a diabetológiai szakrendelést kell igénybe venni, illetve ha a kórházi kezelésre szorul a beteg, akkor pedig a rendszeres vércukor ellenőrzések mellett
különösen ha olyan terápiás kezelésben is részesül a beteg, amely a vércukorértékeket önmagában is rontja, például steroid kezeléssel, akkor átmenetileg inzulin kezelésre fog szorulni a beteg. Nagyon fontos azonban, hogy lehet, hogy ez csak rövid idő tart, amíg tart a inzulin kezelés. A COVID betegség gyógyulásával, illetve az állapot javulásával későbbiekben, illetve ha a steroid elhagyásra kerül, az inzulin kezelés is elhagyható válik. Ugyanakkor fontos, hogy ilyenkor tipizáljuk azt, hogy az adott betegnek milyen cukorbetegsége van. Mert lehetséges, hogy időközben derül fény arra, hogy ő mégis inzulinfüggő, akár egyes típusú cukorbeteg, vagy a gyakoribb, az túlsúlyhoz, elhízáshoz társuló kettes típusú cukorbetegség áll fent nála. Tehát mindenképpen egy 3-6 hónap múlva úgymond tisztázni kell a diagnózist, hogy az adott betegnek milyen jellegű, milyen típusú cukorbetegsége van. Érdemes-e valamilyen módszert kidolgozni arra, hogy ha esetleg hirtelen kerül súlyos állapotba, akkor az kiderüljön mondjuk akár a mentős számára, hogy ő egy cukorbeteg? Alapvető, hogy az ismert cukorbetegek tartsanak maguknál vagy a korábbi dokumentumokat, vagy van ilyen kártya, amire rá van írva, hogy ő cukorbeteg, vagy vannak karkötők, amik szintén felhívják a figyelmet arra, hogy valaki cukorbetegségben szenved. Tehát mindenképpen hasznos, hogyha pláne akár utcán történik a rosszulét, vagy olyan környezetben, körülmények között, amikor nincs hozzátartozó, vagy nincs olyan személy a környezetben, aki tájékoztatni tudná akár a helyszínre érkező mentősöket, hogy az illető cukorbetegségben szenved, akkor valamilyen dokumentum, ambulánslap, ezek a kártyák legyenek nála a személyigazolvány mellett célszerű tartani, amelyek tudatják a segítségnyújtás esetén, hogy cukorbetegséggel állunk szemben. A COVID szempontjából mindegy, hogy milyen típusú cukorbetegségről beszélünk? Maga a kialakulás, illetve a súlyos tényezők szempontjából cukorbetegek fogékonyabbak a COVID-ra, és mindenképpen tudnunk kell, hogy milyen kezelés zajlik. Azonban felhívnám a figyelmet arra, hogy meg kell különböztessük, hogy egyes típusú, tehát inzulinfüggő cukorbetegekkel állunk-e szembe, vagy cukorbetegséggel, hisz az egyes típusú cukorbetegség esetén abszolút inzulinhiány van. A betegség felismerésétől kezdve az egyén élete végéig inzulinkezelésre szorul. Nem szabad az inzulint elhagyni, mert akkor súlyos anyagcsere felborulással számolhatunk. A másik típus a kettes típusú cukorbetegek, akik tulajdonképpen ez az összes cukorbetegnek a 90%-a, ők inkább elhízottabbak, túlsúllyal rendelkeznek. Szomorú tény, hogy Magyarország Európában első helyet foglalja el az elhízottak tekintetében. Ezek a cukorbetegeknél az inzulin hatás nem érvényesül megfelelően, tehát a sejtek a periférián nem tudják hasznosítani a rendelkezésre álló cukrot, ezért a vérben megemelkedik a vércukorszint. Ennek az a jelentősége, hogy a kettes típusú cukorbetegség felismerésekor már nagyon gyakran akár szövődmények is megjelenhetnek, vagy jelen vannak. Hisz a kettes típusú cukorbetegség a felismerés előtt már jóval néhány évvel korábban is elkezdődhet, hisz tünetmentes formában zajlik a mélyben a folyamat, és valamikor például egy szövődmény, például mondjuk egy gangrénás lábúj, vagy egy látásromlás, tehát különböző szövődmények hívják fel a figyelmet arra, hogy esetleg ennél az adott betegnél kettes típusú cukorbetegség áll fent. A diagnózis felállításakor alapvető, hogy bevezessük kettes típusúaknál az életmód változtatást. Ez három sarkalatos pontja van, a diéta, a fizikai aktivitás, illetve a megfelelő gyógyszeres kezelés. A diétára mindenképpen célszerű dietetikus segítségét igénybe venni, illetve meghatározott napi kalóriamennyiséget és szénhidrát mennyiséget a kettes típusú cukorbetegeknek meg kell tanulni számolni.
A fizikai aktivitás pedig szintén elengedhetetlen. Napi fél óra séta, futás, úszás, bicikli, szobabicikli, de bármilyen modernebb mozgásformák is választhatók, mint például az elliptoténer, vagy egyéb divatos mozgásformák, és emellett, hogyha a kiinduló laborértékek olyanok, akkor diabetológiai szakrendelésen keresztül orális antidiabetikumokat, tehát olyan készítmények felírása történik, amelyek a szénhidrát anyagcsere rendezésére hatnak. Javasolhatjuk, hogy aki túlsúlyos, azért az rendszeresen vegyen részt vércukor szintmérésen? Igen, mindenképpen a szűrésnek óriási jelentősége van, hisz az elhízottak lehet, hogy nem tudnak róla, és már cukorbetegek. A Magyarországon is az ismert cukorbetegek száma körülbelül 700-800 ezer főre tehető, ugyanakkor ugyanennyi azoknak a száma, akik nem tudnak arról, hogy ők már cukorbetegségben szenvednek. Ezt egy egyszerű vérvétel során mindenképpen a diagnózishoz vérvétel szükséges, tehát laboratóriumi vizsgálat éhgyomorra. Amennyiben az éhgyomri vércukorérték a 6 millimol per litert megaladja, már akkor emelkedett éhgyomri vércukorértékről beszélünk, ha pedig a 7 millimol per litert meghaladja, akkor pedig már manifest, kettes típusú cukorbetegség áll fent. Akik határértékkel rendelkeznek, azoknak pedig terheléses cukorvizsgálatot szoktunk végezni. Azt gondolom, mindenképpen kijelenthetjük, hogy nagyon fontos lenne tovább növelni a lakosság egészségtudatosabb magatartását, és ha valamire, akkor talán erre ez a COVID-járvány éppen felhívta a figyelmet. Dr. Pap Zsuzsanna, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt ma. Köszönöm szépen. Nyereményakciót indított a Magyar Államkincstár, hogy ösztönözze a lakossági állampapírvásárlást. Az is nyerhet, akinek van már értékpapír számlája a kincstárnál, és az is, aki most nyit számlát. Megyénkben 3 városban lehet személyesen állampapírt vásárolni. A gazdasági visszaesés ellenére egyébként az elmúlt egy évben is töretlen volt az érdeklődés ezek iránt. Kitartás, elhivatottság és sok munka. Ez a sikered alapja. Részlet a Magyar Állampapír Plusz videójából. Ez csak egy az államkincstár által kínált megtakarítási formák közül. A gazdasági visszaesés ellenére az elmúlt egy évben is töretlen volt az érdeklődés ezek iránt. Mindez a számokban is tetten érhető. A lakossági ügyfélállomány által befektetett összeg egy év alatt 18%-kal közel 2600 milliárd forintra nőtt. A további adatokról az államkincstár elnök helyettese számolt be televíziónknak. A kincstárnak az értékpapír nyilvántartási számlával rendelkező aktív ügyfelei száma is egy 15%-kal nőtt az elmúlt évben, tehát közel 460 ezer értékpapír nyilvántartási számlával rendelkező ügyfelünk van, és a kincstári startszámlák, ugye, amelyet a gyermekek 18 éves kor alatti gyermekeknek lehet nyitni, ott pedig egy év alatt szintén 15%-kal 246 ezerre nőtt a kincstárban lévő ügyfelek száma. Minek köszönhető ez, hogy hiába nehezebb gazdasági helyzetben van az ország, mégsem csökkent az állampapírokat igénybe vevők száma? A megtakarítások azért nyilván valamelyest csökkentek, de én úgy gondolom, hogy igen attraktív kamatozással, hozammal bíró állampapírokról tudunk beszélni, mind a kincstári startszámlák, mind például a MÁP plusz papír tekintetében, tehát ezek a válság idejében is nagyon vonzó befektetést és megtakarítási formát jelentenek, és azt is el kell mondjam, hogy az utóbbi egy évben, illetve most már azt mondhatjuk, hogy lassan két évben támogattuk, hogy az ügyfeleink elektronikusan is, tehát a személyes megjelenés nélkül is tudjanak az ügyfélkapunk keresztül számlát nyitni, és ezzel már több mint 25 ezer ügyfelünk élt is, tehát így nyitott számlát, és ezt szeretnénk a továbbiakban is ösztönözni, hiszen az elmúlt időszakban ugye a fizikai mozgásunkat a pandémia miatt korlátozni kellett, de úgy gondolom, hogy ezzel a technikai lehetőséggel élve a kincstár tudta bővíteni ezt az ügyfélkört.
Az államkincstár nemrég két nyereményjátékot is meghirdetett ügyfelei számára. Az egyiket az újaknak, a másikat a meglévőeknek. A cél, hogy ösztönözzék a lakossági állampapírvásárlást. Mindkét nyereményjátékukat április 19-én indítottuk, és június 30-áig tart mindkettő. Ugye a számlanyításhoz kapcsolódó nyereményjátéknál a magyarország.hu ügyfélkapu online felületen kell értékpapír nyilvántartási számlát, vagy pedig start számlát nyitni, tehát ez a játéknak a egyik feltétele, a másik pedig, hogy a kincstár, ugye webkincstárral, mobilkincstárral, tehát mobil alkalmazással, illetve webes felülettel nyújt egy szolgáltatást, amit ingyenesen lehet ugye a számlanyításkor igényelni, és ezek igénylése mellett, ha legalább 100 000 forint értékben állampapírt vásárol ez az új ügyfelünk, aki elektronikusan nyitott számlát, akkor részt vehet az akciós nyeremény játékunkban. A másik az állomány növeléshez kapcsolódó nyereményjáték, ami szintén június 30-áig tart. Ott pedig, aki legalább 100 000 forint összeggel növeli a meglépő állampapírállományát, ez nyilván új befizetést jelent, befektetést és állampapír lekötést, akkor vehet részt az akciós nyeremény játékban. A részvételhez mindkét játék esetében egy nyilatkozat szükséges, amelyet mind az ügyfélkapunk keresztül, személyesen, e-mailben vagy postai úton is meg lehet tenni, és ezáltal részt tudnak venni a nyereményjátékban. Ami a nyereményeket illeti, itt nyeremény utalványokról beszélünk, a számlanyítási játékban 25 darab 100 000 forintos kincstárnál kizárólag állampapír vásárlásra fordítható nyereményutalványt sorsolunk ki. Az állománynövelési játékunkban pedig 50 darab 50 000 forintos ilyen nyereményutalványt sorsolunk ki. Mindkét esetben ugye június 30-áig tart a játék, és július 15-én kerülne a sorsolásra sor. Ezt követően ugye a nyerteseknek 30 napjuk van arra, hogy az így megnyert utalványt a kincstárnál állampapír vásárlásra fordítsák. A megyében egyébként jelenleg három városban, Nyíregyháza mellett Kisvárdán és Mátészalkán lehet személyesen állampapírt vásárolni. A megyeszékhelyen teljes körű szolgáltatással állunk az ügyfeleink rendelkezésre, tehát itt készpénz be- és kifizetésre is van lehetőség. A Kisvárdán és Mátészalkán értékesítési pontok vannak, itt pedig kizárólag készpénzmentes fizetésre van lehetőség. Kisvárdán, Nyíregyházán minden munkanapján nyitva vagyunk. Kisvárdán a hétfő, szerdai és pénteki napon, Mátészalkán pedig kedden és csütörtökön találhatóak meg a munkatársaink, és várjuk az ügyfeleket. És hát ismét fontos hangsúlyozni, hogy a korábban már említett személyes megjelenés nélküli, akár otthonról a nap 24 órájában kezdeményezhetik ugye elektronikusan a ügyfélkapunk keresztül a számlanyítást, és hogyha a webkincstár és a mobilkincstár kiegészítő szolgáltatást is igénybe veszik, akkor a befektetéseiket kényelmesen, biztonságosan intézhetik bárhonnan és bármikor. Hogyha a legfontosabb dolgokat kellene kiemelni a megvásárlás előnyei közül, miket mondana elnök helyettes úr? Miért érdemes állampapírokat vásárolni? Ugye kezdeném azzal, hogy a magyar állampapírok tekintetők a legbiztonságosabb befektetési formának, hiszen a magyar állam garantálja mind a befektetett tőke, mind pedig a hozamoknak a kifizetését, tehát ezek nem elévülő követelések a magyar állammal szemben, és a magyar állam ugye minden esetben ezeket visszafizeti, ezeket a befektetéseket. A másik, hogy nagyon attraktív kamatkondíciókkal tudunk élni, tehát a gyermekek megtakarítása kapcsán, ugye a startszámla kapcsán, itt a kamat
bázis, tehát amire építünk, az a Központi Statisztikai Hivatal szerinti megelőző évi átlagos fogyasztói árindex, ugye a népszerű nevén ez az infláció, és erre egy 3% pontos kamatprémium épül, tehát ez a papír minden évben reálhozamot tud biztosítani a befektetőknek. A másik, ugye a MÁV plusz befektetési papír, ami szintén a befektetési időszakhoz kapcsolódóan tud 3,5 és 6% közötti hozamot biztosítani, és ez ugye a jelenlegi fogyasztói árindexhez képest még jelentős reálhozamot tud biztosítani, tehát én úgy vélem, hogy ezek a befektetési formák, az állampapírok, azok nagyon jó hozamot tudnak biztosítani, másrészt pedig van egy olyan rugalmasság is a befektetéshez kapcsolódóan, hogy egyes papíroknál ugye könnyen ki lehet szállni, tehát nem kell veszteséget elszámolni a befektetőnek, hanem rugalmasan tudja kezelni a pénzét, tehát a megtakarításaihoz mind a címletek, van, ahol 1 forintos címlettel működünk, és mind pedig az időtáv tekintetében számos lehetőség van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó befektetés. Május 25-én volt az Eltűnt Gyermekek Világnapja. Évente csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több ezer fiatalnak vész nyoma. Országos szinten nálunk a legsúlyosabb a probléma. Noha az érintettek viszonylag hamar megkerülnek, felderítésük komoly terhet ró a rendőri erőkre. A hatóság évek óta bűnmegelőzési programmal igyekszik megakadályozni az eltűnéseket. Köszöntöm a stúdióban dr. Kovács Attilát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jellemzően kik azok a gyerekek, akik veszélyeztetettek ebben a tekintetben? Ez egy nagy szám, amit tetszett mondani egyébként, tehát 3200 eltűnés volt a tavalyi évben, amit regisztrált a rendőrség. A 98%-a az eltűnteknek az lakóotthonak benélő nevelt gyermek. Tehát és ezek... ez a 3500, ez nem egy-egy gyermek, hanem vannak visszaesők. Így van, tehát azt nem kell elképzelni, hogy 3200-an tűntek el összesen, vagy akkor a létszám, hanem azt kell elképzelni, hogy van olyan gyermek, aki mondjuk havonta, két havonta, negyed évente távozik a részére kijelölt otthonból, úgyhogy kisebb ez a szám, de ezzel együtt tényleg azt kell, hogy elismerjük, meg kijelenteni, hogy az országban ezzel elsők vagyunk. Itt Hajdú-Bihar megye, meg Borsod megye szokott még, aki úgymond riválisunk ebből a szempontból, de sajnos a tavaly évben sikerült őket megelőzni. Ez egy tendencia egyébként, tehát évről évre ez egy kicsi növekmény, de mindig van. Jellemzően hová szöknek ezek a gyerekek? Csak úgy a vakvilágba, vagy valamilyen célra? Hát alapvetően azért bármennyire is sokan azt gondolják, hogy ezek a gyermekek a nevelő otthonban vannak a legjobb helyen, de a család szeretete azért megvan bennük, és döntő többségében mindegyikük szeretne a családjához hazatérni. Nyilván vannak időszakok, a nyári időszak, vagy a téli ünnepek, amikor megemelkedik az eltűnések száma, és ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy az otthon melegét szeretnék választani a gyermekek, még akkor is, ha az a meleg nem olyan meleg. Úgyhogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a családhoz, a rokonsághoz távoznak. Persze emellett a kalandvágy is szerepet játszik, illetve nyilvánvalóan itt sok tinédzserről beszélünk, tombolnak a hormonok, szerelmesek lesznek a lányok, és akkor egyébként sokszor felnőtt korú férfit keresik, hozzá szöknek, tehát alapvetően ilyen területen lehet gondolkodni, de nyilvánvalóan ennek rengeteg veszélye van. Ez majd egy külön témát megérdemel, de hát önmagában az, hogy bezárva élnek egy intézményben, már az a szabadságvágyat fokozza a gyerekben. Tehát nyilvánvalóan persze van egy ilyen kalandvágy, szabadságvágy kiszabadulni, már csak azért is, mert hogy ne ebbe a zárt közegbe legyen. Említette, hogy különösen a lányokra jellemző, hogy egy idősebb férfihoz csapódva egy másik utat választanak. Mi ez a másik út? Igen, erre is volt példa az elmúlt időszakban, hogy nyilván az emberkereskedelemnek, a prostitúciós tevékenységnek a veszélye jöhet leginkább szóba, és ugye általában ezek az eltűnésekkel az a probléma, hogy bár jól lehet sokszor a családhoz szöknek haza, ahol olyan körülmény van, amilyen, de nyilván itt a probléma inkább az, hogy bűncselekménynek lehet az áldozata, vagy esetleg az elkövetője. És ha már ilyen lánygyermekről beszélünk, akkor itt az a lehetőség áll fenn sajnos, hogy mondjuk prostitúciós tevékenységre kényszerítik, vagy akár nem is kényszerítik, hanem mondjuk felajánlják, és ezt elfogadja.
és nyilván alapvetően ez azért nyugat-európai országokban valósítják meg, és erre is volt példa, hogy valóban intézetből, otthonból szökött gyermeket, vagy fiatalkorút nevezük inkább így, Belgiumból, Hollandiából, Svájcból hoztak haza a magyar rendőrök, mert ott engedély nélküli tiltott prostitúciós tevékenységet végzett. Volt már rá példa, hogy akár egy bűnszövetkezetet így sikerült felderíteni, akik erre szakosodtak? Azt nem mondom, hogy erre szakosodtak. Persze nyilvánvalóan a veszélye annak, hogy megkörnyékezik a lakóotthonban élő fiatal lányokat a futtatók, ez persze benne a pakliba. Volt arra példa, hogy fel lett göngyölítve a hálózat, és abban voltak olyan prostituáltak, akik mondjuk fiatalkorúak voltak, és nevelő otthonban lett volna a helyük. Ennek a 300 vagy 3500 körüli esetszámnak milyen arányban lett úgymond jó vége? Tehát mennyi az, amit nem sikerült felderíteni, vagy nagyon hosszan tartott, mire előkerült egy gyerek? Tehát ugye azt kell, hogy elképzelni a rendőrségi eljárást, hogyha eltűnés bejelenti a lakóotthon, most leginkább ugye erről beszélünk, akkor a rendőrség megteszi azon a szükséges intézkedéseket. Na most ehhez képest körülbelül egy-két héten belül ezek a gyermekek megvannak, tehát vagy a rokonságban, baráti körben, ismeretségi körben, vagy egyszerűen csak valamilyen rendőri intézkedés során, eljárás során kiszírik őket és megtalálják. Hogyha nincs meg az eltűnt, akkor 30 nap után magát az egész eljárást a szakirányítás átadják a megye rendőr főkapitányság bűnügyi osztályára. A kollégáim megnézik ezeket az eltűnéseket, nyilván megnézik, hogy megtettek-e mindent a kollégák a helyi szervetnél, amit kellett, illetve különböző feladatokat határoznak meg. Ezt követően eltelik újabb 60 nap, és 90 nap után pedig a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnak a szakirányító osztálya végez szintén ilyen szakirányító tevékenységet. Ebből lehet kiszűrni azt, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy-két héten belül majdnem minden gyermek megvan. Tehát mi hozzánk 30 napos szakirányításra ebből a 3200 körüli eltűnésből a tavalyi évben körülbelül 500 került. Tehát, hogy ez lényegesen kisebb szám. És akik pedig 90 nap után is szakirányításra vár az ő ügyük a nebeknél, az körülbelül egy olyan 150 fő. Tehát olyan 150 eltűnésről beszélhetünk, amelyek 90 napon nincsenek meg ebből a 3200-ból. Olyan, hogy valakit évekig köröznek, az elvétve egy-kettő van. Sokszor az tapasztaljuk, hogy nagykorúvá válik, és nyilván innentől kezdve más a megítélése az ő eltűnésének, már szabad akaratából lehet távol, de nagyon sok ez a szám, ez nagyon nagy terhet ró a rendőrségre, de összességében, ha kicsit objektívan nézzük, akkor egy kicsit könnyebben lehet úgy nézni, hogy ezek a gyermekek végül is meglesznek, és viszonylag hamar visszakerülnek az otthonba. Mindemellett komoly teher. Lehet erről számukban beszélni, hogy mondjuk költségben mennyit jelent a rendőrségnek? Költségben és időben is. Hát költségben most az, hogy igazából elektronikus ügykezelés van, tehát hogy papírok meg keletkeznek nyilván, de ez annyira nem számottevő. Inkább azt kell... De lefoglal rendőri erőket. Így van, tehát ezt látni kell, hogy a kollégáknak, független attól, hogy mondjuk már régi ismerős az eltűnt hölgy vagy úriember, akit köröznek, nem vehetik félváról. És azért ez nagyon fontos dolog, hogy a körözési előadóknak minden egyes eltűnéssel ugyanúgy kell szembenéznie, mint bármilyen esetleg mondjuk a családból történik az eltűnés, ahol nincs semmi gyanító ok, vagy nincs semmi körülmény megelőzte volna. Tehát komolyan kell venni mindent, a jogszabályokat be kell tartani, a szükséges eljárási cselekményeket el kell végezni, még akkor is, hogyha az előadó már tudja, hogy akit éppen most elrendeli a körözését, meg a különböző megkereséseket, meg más adminisztrációt elvégzi, lehet, hogy holnap már vonhatja is vissza, de nincs lehetőség abban a felületességre, és nyilván nekünk ez a dolgunk egyébként, hogy minden eljárást úgy kezeljünk, hogy az mintha egyszerű eltűnés lenne, egy egyszerű eltűnés, amiben meg kell tenni mindent. Mint mindenben, ebben is a megelőzés a legcélszerűbb. Igen. Mi az, amit tud tenni a rendőrség, vagy amit ötletszerűen kitalál, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket ott tartani az otthonban? Nyilvánvalóan nagyon nehéz dolgunk van. Tehát a családnak, az otthonnak a szeretete, az otthon melege, azt úgy igazából pótolni nem lehet, pláne nem a rendőrség nem képes erre, ezt el kell ismerni. Mi igazából abból tudunk merítkezni, mi van akkor, hogyha valaki mondjuk kalandvágyból, vagy mondjuk unatkozásból próbál megszökni, kivonni magát a felügyelet alól. A rendőrségnek már évek óta működik, egész pontosan 7 éve működik a Zene az kell, hogy ne vesszünk el pályázata, amit egyébként a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa támogat. Ennek a pályázatnak a lényege az, hogy a lakóotthonban lévő gyermekek részére próbálunk hasznos időtöltést adni. Ami azt jelenti, hogy
zeneoktatás, táncoktatás, különböző hangszeres énekoktatások vannak, amelyeket a zenetanárok tartanak. Azt tudni kell egyébként, hogy a lakótban élő gyermekeknek a túlnyomó többsége azért roma származású. És azt tudjuk, hogy az ő... Így van, tehát őket ezzel lehet megfogni. Azt szeretnénk elérni, hogy amikor véget ér az iskola, és utána tudja, hogy neki táncórája lesz, vagy tudja, hogy énekórája lesz, vagy gitárórája lesz, vagy bármi más hangszeren fog esetleg játszani, ahol képzett zenetanárok fogják majd őket oktatni, akkor ne fordulja meg a fejébe azt, hogy inkább akkor ő most megszökik, vagy egyszerűen unatkozik, és akkor unálva elmegy, hanem megpróbáljuk lekötni őket. A pályázat sikeres egyébként, elég komoly pénzekkel gazdálkodunk, nyilván ez komoly költséget vet fel. És hát láthatjuk, hogy ennek ellenére is azért listavezetők vagyunk a megyében, tehát mi lenne, ha még ez sem lenne. Megteszünk mindent ennek érdekében, hogy ezt a hát tudjuk kezelni ezt a fajta eltűnési számot. Azt viszont meg lehet figyelni, hogy a program előtti számok, meg a mostani számok változtak. Nyilván miután pályázatról beszélünk, ez fontos elem a monitoring, ez elkerülhetetlen. Igen, tehát egyértelmű, hogy ebben a szempontból jól állunk, tehát ki lehet mutatni azt, hogy azok a gyermekek, akik egyébként szabad akaratukból részt vesznek ebben a pályázatban, ők nyilván nem szöknek meg. Nem tehetséggondozásról beszélünk, bár feltűnt néhány tehetség, akivel aztán éppen lehet számolni, és nyilván a zenetanárok révén, akiknek megvannak a kapcsolataik, aztán utóbb még segíthetnek nekik is akár a karrier beindításába, de tény is való, hogy vannak köztük egyébként nagyon tehetséges fiatal gyermekek. Nem sok időnk maradt, de egy pár gondolatot azért beszéljünk arról is, hogy ritkán ugyan szerencsére, de mégis előfordul, hogy családban élő gyerekek is megszoknak otthonról, eltűnnek. Mire érdemes felhívni a családok figyelmét ennek kapcsán? A tapasztalatunk az egyébként, hogy a családból történő eltűnések mögött általában valamilyen családi konfliktus lehet esetleg, ami a gyereket érinti, tehát félévi bizonyítvány, évvégi bizonyítvány körüli bizonytalanságok. Ha a szülő olyan elvárásokat támaszt a gyerek irányába, amelynek nem igazán tud megfelelni, bár szeretne, és ez egyfajta feszültség generál benne, ahogy közeledik a félévi vagy az évi bizonytványosztás, látható módon frusztráltabbá válik, látható módon zárkozottabbá válik, a barátaitól eltávolodik, egyébként is így elmagányosodik, abból azért lehet következtetni, hogy benne valamilyen fajta feszültség dolgozik, ami esetleg ideig juthat, hogy aztán nem megy haza, vagy elszakik otthonról. Erre volt egy-két példa az elmúlt időszakban, nem jellemző, de én azt gondolom, minden egyes eset is sok, tehát ezen tenni kell. Az alapja mindig mindennek, azt gondolom, hogy a család. A szülő-gyermek viszonyban kell egy olyan fajta mondjuk partnerségnek lenni, hogy a szülőhöz a gyermek nyugodtan fordulhasson, és fontos, hogy a szülő is reálisan lássa a saját gyermekét, ne akarjon túlságosan akkora terheket rápakolni, amelyeket nem bír el, de nyilván itt a beszélgetések, az esti beszélgetések, az, hogy figyelni a viselkedését, ez nagyon fontos. Alapvetően nálunk ez a jellemző ebben a megyében. Nyilván előfordulhat kapcsolati erőszakból próbál kimenekülni esetleg a gyermek, mert látja azt, hogy a szülők esetleg úgy élnek, ahogy élnek, amely esetleg mi rendőri intézkedés is von maga után. Nyilván itt a gyermekvédelmi jelzőrendszernek fontos szerepe van, de ha nincs róla tudomása, akkor nehéz bármit is tenni. Tehát itt a rokonság, esetleg a szomszédok, barátoknak lehet szerepe abban, hogy mondjuk akár az iskolában a pedagógusok felé jelzik, hogy otthon nincs minden rendben XY gyermeknél, és hogy esetleg figyeljenek oda, mert hogy nehogy valami probléma legyen. Dr. Kovács Attila, köszönjük szépen a jó tanácsokat és a tájékoztatást is. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc. Legközelebb hétfőn jelentkezünk friss adással. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!